nehogy túl hevőjenek a gumik. Klien. Na, ha ez történne, az tudok, kinek jönne jól. Fú. Alonzónak. És ott van Montoya! Montoya a pálya szélén! Azt a mindenit! Alonso a második! Alonso a második! Pont azt kezdtem el mondani, hogy az Alonsónak lenne jó, mert Alonsónál viszont lehet látni, hogy vigyáz a gumira. De miért? Pizzonia. Pizzonia autójának bal első felfüggesztése romokban. Itt valaminek nekivágta. Valaminek biztos. Igen, kérem. Itt, ha egy pici víz van még a pályán, amiben bele csappam. Összeütköztek. Pizzonia kilökte a pályáról Montoyát. Hát még ilyet. Hát még ilyet. Kérem, Fisichella kiszállt, Montoya kiszállt, a csapatvilágbajnoki cím továbbra is nyitott marad. A Renault és a McLaren között. Lesz itt még izgalom ebben az évben. Csak tudod, mindegy. Szóval Pizzonia fog itt most olyat kapni, tehát ő a száraz pályán alkalmas gumival elkezdett versenyezni Montoyával, szerint intermediate gumikon volt és lassabb volt. És rosszkor próbálta megelőzni, hát ez nagyon drága dolog volt most, amit Pizzonia csinált. Mármint a McLarennek. Ez körülbelül olyan hülyeség volt, mint amit Sato csinált. Mondom ezt így látatlanban, mert teljes egészében nem láttuk még az esetet, de szerintem ez ugyanolyan butaság volt Pizzoniától, mint Satótól, ahogy kilökte Schumachert.